Just like the street lights lit this town. Like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. Egy olyan pályán menni, amit ismerünk, mert idén csak olyan pályákon mentünk, amit nem ismerünk. De hát ugye azt is tudjuk, hogy itt a helyi nagyágyúkkal kell megküzdeni. Eddig jó minden, azt tudom mondani. Hát ugye itt volt egy nagyon nagy eső, ami azt hallottuk, hogy kint az első gyorson elejébe esett, végében nem. Biztonságira mentünk, és inkább egy vizes beállítással és egy intermédiával, egy vizes gumival mentünk. Hát azt hiszem, hogy a mezőnyben talán mi voltunk az egyetlenek, akik erre appelláltak. Ez az első körben nem volt rossz, de a második körre már teljes mértékben a száraz beállítás lett volna, jó száraz gumival. Ezt tudtuk most ebből kihozni, de úgy gondolom, hogy ez nagyon jó választás volt ettől függetlenül. Inkább a biztonság volt a lényeg. Most egy kicsit úgy pörög bennünk az adrenalin, és elég késő van, elég korán is jövünk, úgyhogy próbálni kéne egy jót pihenni ezen a tapáról alatt. De nyilván azért már kattogunk a holnapon, szeretnénk azért még jobb helyen menni. Thank you.
sok volt egy helyen, a gumi már nem bírta, elengedett, ötödikben elég nagy tempónál, de nagyon nagy szerencsénk volt, mert pont nem találtunk el egy fát, hát olyan durán, olyan 150 környékén engedett el a gumi, és így szépen háttal beestünk. Úgyhogy tovább tudtunk menni, de sajnos emiatt csúsztunk le akkor még a második helyről, meg a dobogóról, mert ezt már nem tudtuk visszahozni. Nagyon jó verseny volt, élveztük, jó volt itthon most menni, mindenféle szempontból jó volt, hát sajnáljuk, hogy nem jött össze az abszolútban a dobogó, de a mikrofájásról legalább megvan.